Pósa Dénes, rendőr-főtörzs zászlós a beszélgető partnerem, aki nemrég érkezett haza egy országos belügyminisztériumi judó versenyről. Tegeződni fogunk vele, hiszen régóta dolgozunk, több órát töltöttünk innen az utcán közösen. Szia Dénes, gratulálok az eredményedhez. Mi is volt ez pontosan? Szia Zoltán! Ez egy belügyminisztérium országos judóbajnokság volt, ami 2017. március 2-án rendeztek meg Makó városában. Ez minden évben megrendezésre kerül ez a verseny. Férfi 35 év fölötti korosztályban indultam, és mínusz 90 kilóban. És hogy jutott eszedbe az, hogy egyáltalán elinduljál ezzel a versenyen? Reggel fölébredtél, kitörölted a csippát a szemedből, és eldöntötted, hogy ma jó formában vagyok, elindulok. Hát igazából nem így történt. Gyerekkoromban cselgáncsoztam aktívan versenyszerűen, aztán nagyon hosszú idő kimaradt, majd felnőtt koromban ismét elkezdtem. Már több éve cselgáncsozom, bár az utóbbi évben nem olyan aktívan, de úgy gondoltam, hogy az idei évben elindulok, és szerencsésen történt, első helyezést értem el a versenyen. Hogyan készültél erre a versenyre? Én azt hallottam, hogy körülbelül 2 hónap alatt sikerült felkészülnöd rá, ahhoz képest ez egy csodálatos eredmény. Amúgy is, tehát ha sokat készültél volna, akkor is, de hát így meg aztán pláne. Hát igen, elég trehány voltam. A cselgáncsos edzéseim az valóban január-február hónapban történnek, nem túl aktív edzések voltak. Előtte kondicionáló edzéseket tartottam, talán ennek köszönhető a jó eredmény. A családod mit szólt hozzá, hogy ilyenre adod a fejedet, hogy elindulsz egy országos megmérettetésen? Hát annyira nem érte őket váratlanul, mert sportolok, egész életemet sporttal töltöttem, meg nem ez az első verseny, amin indulok, sőt a BM versenyeken már 3-szor voltam első helyezett, többször voltam második, harmadik helyezett, szóval nem ez az első BM verseny, amin indultam. Ajkán azért nagy hagyománya van a judónak, nem csak hogy hagyománya, de nagyon jó eredményeket is érnek el az ajkai judósok. Ki segített téged a felkészülésbe? A felkészülésben Farkas Imre edző, valamint Fazekas Tamás bácsi szintén edző készítettek a felkészülésben. Hát a partnereimnek, edzőtársaimnak, azoknak meg tudom köszönni a felkészítést, hogy így tudtam végezni. Tamás bácsiéknak meg persze az instrukciókat, meg a helyet szeretném megköszönni. Ott voltak a versenyen, látták, netán készült felvétel a versenyről, és azt megnézték? Sajnos ők nem tudtak ott lenni, mert aznap, ez egy csütörtöki napra esett ez a verseny. Edzés volt, őnekik edzést kellett tartani. Fényképeket, videókat mutattam nekik a versenyről, meg voltak elégedve. Mit szólt a kapitány úr ehhez az eredményhez? A kapitány úr személyesen gratulálta az eredményhez, valamint osztályvezetőm, alosztályvezetőim és kollégáim is, akik hallottak erről az eredményről. Örültek neki. A szemed alatt látszik egy minimális sérülésnek a nyoma. Ezt a versenyen sikerült szerezni? Ennyire veszélyes a judósport? Igen, ezt a versenyen szereztem, de nem ennyire veszélyes. Ez egy véletlen fejelésnek az eredménye, de amúgy nem olyan veszélyes. Jellemzőek inkább az ízületi sérülések, törés, ficam, kimondottan nem az ilyen jellegű sérülések a jellemzőek a judóra. Magam is judoztam, tehát természetesen tudtam a kérdésedre a választ, de úgy gondoltam, hogy ezt fontos, hogy elmondjuk, illetve azt is, hogy biztassunk minden fiatalt, hogy már óvodáskorba kezdje el a judót, hiszen megtanulhatnak esni. Tehát ha nem is a küzdelemért, de nagyon sok olyan dolgot megtanulhatnak, aminek a hétköznapi életbe hasznát vehetik. Igen, a judó az egy olyan sport, amit már óvodáskorban érdemes elkezdeni, meg évek folyamán a gyermeket azt tanítani fogja a szabályok betartására, szóval mindenféleképpen tudom ajánlani a judót gyermekeknek, és én úgy tudom, hogy a Tamás bácsiék itt Ajkán tartanak
kimondott a novis judót, úgyhogy minden szülőt ösztönzök arra, hogy vigye a gyermeket a judó edzésekre. Egy utolsó kérdés ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy én úgy tudom, hogy te is vitted a gyermekedet, ő is judózik. Igen, nem óvodáskorban kezdtem el vinni, hanem 10 éves korban kezdtük el. Jelen pillanatig judózik, 4 évet Pakson judózott az Atomerőmű Sportegyesületbe, és az ottani tanulmányait befejezve most visszatért ide Ajkára. Majd meglátjuk, hogy versenyszerűen fogja csinálni, vagy sem, de ügyes, jó judós. Hát akkor sok sikert neki is, és neked is. Köszönjük neked ezt a beszélgetést. Én is köszönöm. Szia!